mi városunk Miskolc iparváros. A gépkocsival érkezőnek először cementgyárát, déli elővárosát és az avas lejtőjén emelt lakótelepét mutatja. A vonaton utazók nagyobb részét a tiszai pályaudvar megfeketedett épülete fogadja, búcsúztatja. Az autóbuszok a hajdani búzapiacon a búzatéren cserélik induló és érkező utasaikat. A téren megragadt piaci standokon búzát már nem kínálnak, de kapható zöldség és gyümölcs, lacipecsenye és házi kolbász, bazáráru és gics minden mennyiségben. A város központjába igyekvőket a Széchenyi utca forgalma szippantja magába, amely zajosabb, mint a leghangosabb budapesti utca. E főútvonal hosszanti irányban metszi városunkat, s legfőbb ütőere. Forgalma áldás a kereskedelem számára, de átok az itt lakóknak, akik szinte úgy érzik, hogy a villamos átjár a szobájukon. Az avasra állított tévétorony az iránytű, amely segít az útját vesztett embernek eligazodni. A torony mindig ugyanaz, de ahány irányból tekintünk feléje, annyi arcát mutatja városunk. Ha viszont felhágunk kilátójára, végig tekinthetünk Miskolcon, amelynek mai arca 11 helység összevonásával 1945-ben alakult ki. Nyugat-keleti irányban 30 km hosszú, észak-dél irányban 15, legkeskenyebb részénél csak 5 km átmérőjű. A hajdan kereskedő Miskolc, a proletár Diósgyőr, Ómassa, Hámor és Pereces kolóniáival, a paraszti Szirma és Helyő Csaba, az urizáló Lilafüred, Tapolca és Görömböly adták össze kopott gazdagságukat és büszke szegénységüket, no meg jó szándékukat, hogy a korszerűtlen lakások helyett a régi városrészek hangulatát megőrizve újakat építsenek. A közlekedést egységesítik, az utcákat csatornázzák és vezetékes vizet adnak mindenkinek. Azóta milliárdokat költöttünk ezekre, mégis vannak olyan házaink, utcáink és negyedeink, amelyekkel a korszerűtlenség él tovább. Azt gondolhatnánk, falusi utcát látunk, pedig csupán egy ház kapuja választja el a városközponttól. Nem messzire a belvárostól múltból örökölt lakótelepet találhatunk. Sajnos maradt még ilyen is, pedig évtizedek óta bontunk és építünk. Ennek ellenére még jó ideig együtt fog élni a régi az újjal. A Szinva-patak választja el a város belső magjától ezt az új lakónegyedet. Helyén nemrég omladozó házak sorakoztak, csatornázatlan utcák mentén. Terjeszkedésének a temető szab határt, egy a 44 temető közül, amelyet az egyesüléskor jussolt városunk. Temetőből bizony szerényebb örökséggel is beértük volna, de végül is megférünk halottainkkal, bár gyakran beleszólnak városformáló terveinkbe. Persze mi is módosítjuk szükség szerint azt, amit az ő agyuk gondolt ki és az ő kezük valósított meg, mint ahogyan ők is tették elődeik hagyatékával. E tájon ugyanis már több tízezer éve ütött tanyát az ember. A különböző kőszerszámok, a csontokból készült eszközök, kultikus tárgyak, agyagedények jelzik, hogy a generációk itt megszakítás nélkül egymásnak adták át a terepet. Városunk nevét a honfoglaláskori Bors família Miskolc nevű leszármazottaitól kapta. A városi jogot pedig 1365-ben első Lajos királytól. Őseink házaikat először az avasi templom köré, majd a Szinva északi partjára építették.
A király familiája pedig, ha vadászni jött, az akkortájt épült Diósgyőri várban ütött tanyát. Ám azóta sok víz folyt le a Szimbán. Városunk lakóinak száma a felszabaduláskor 100 000 fő volt. Ma 210 000-en élünk itt, amit az is bizonyít, hogy naponta elfogyasztunk mintegy 50 000 kilogramm kenyeret. ...35 000 kilogramm húst, 75 000 kilogramm gyümölcsöt és zöldségfélét, 100 000 liter tejet. És megiszunk, nem ismerjük kiszámítani, hogy hány liter szeszes italt. Persze alkohol gyermekeink nem fogyasztanak, annál többet az édességből, amit csokoládégyárunkban termelnek. Ebből azonban jut az egész országnak. Ezek a sütemények viszont helyi eladásra készülnek. Évekig panaszkodtunk a kenyérellátásra. Hogy ma már nincs panasz, nem állítanám. De hogy az új miskolci kenyérgyár kifogástalan kenyeret süt, mindenki elismeri, aki megízleli. Sajnos egy kívánatos veknik néha gusztustalannál nyomorítva jutnak el a vásárlókig. A tejipari vállalat miskolci üzemében adagolt tej csak kis része annak a mennyiségnek, amelyet elfogyasztunk. A húsipari vállalat egyik legjelentősebb élelmiszerüzemünk. Naponta mintegy 130 szarvasmarhát dolgoznak fel. Sertésből lényegesen többet. Dobozolt sonkát, húskonzerveket és sokféle töltelékárut készítenek. Étvágytalanságra ugyan nem panaszkodhatunk, azért a finom falatokból hagyunk az ország más üzletei számára is. Viszont kapunk is helyette, hogy gazdagabb legyen a választék. Örülnénk, ha ilyen kínálat lenne lakásból is. Bár a felszabadulás óta közel 50 000 új lakás épült, még mindig ezrek várnak lakásra. Sajnos hosszú időbe telik, amíg e gondunktól megszabadulhatunk. Ugyanakkor a meglévő otthonok rendben tartása is nagy feladatot jelent. Évente mintegy 130 milliót költünk a házak felújítására, karbantartására. Közterületek csinosítására ugyancsak több milliót fordítunk. Szépek, nem szépek ezek a házak. Másként ítéli meg, aki nézi, másként, aki lakja, és megint másként, akinek még nem jutott belőle. Szerintem lehetnének szebbek is, de mindenkinek el kell ismernie, hogy vannak már tetszetős épületeink, s mi több, vonzó városrészeink is. És vannak korszerű élelmiszerüzleteink is, zavarba ejtő árubőséggel. Piacaink általában hagyományosak, de fontos, hogy az eladók friss portékát árusítanak. Sokat mondó, hogy évről évre több virágot vásárolunk, s hogy egyre több a vonzó park. Igen, egyre több, így igaz, de hozzáteszem, még több kellene. Több levegős, virágos park a nyugdíjasoknak, és sokkal több játszótér gyermekeinknek. Városunkban a születési arányszám jobb, mint az országos. Az elmúlt évben több mint 3 000 újszülött iratkozott fel polgáraink közé.
Ha valami jót akarunk kívánni nekik, kívánjuk, hogy mire felnőnek, ne legyen lakásgond, és a bőség városa legyünk. A bölcsődék és óvodák versenyezzenek a kicsinyek felvételéért. Kívánhatjuk azt is, a pedagógusok járjanak házi agitációra, hogy a szülők az ő iskolájukba irassák tovább tanuló gyermekeiket. A nehézipari egyetemnek pedig, hogy az alakuló jogi fakultás mellett további tanszékeket hozzon létre, és adjon helyet minden arra érdemes miskolci fiatalnak. A sportbarátoknak pedig, hogy a felnővő utánpótlással csapatunk a legjobb legyen. Bár több szurkolóról tudjuk, nem jön ki a mérkőzésre, ha nem lesz kit szidnia. Nemzeti Színházunk, amely hazánk első magyar nyelvű kőszínháza volt, akkorra szintén nagy eseménynek nézhet elébe. Ha minden jól megy, a Hernádi Jancsóféle Csárdás királynő ezredik előadását fogják ünnepelni. A színház 1823-ban Dériné és társai előadásával nyitotta meg kapuit. Mostani épülete a századforduló táján épült, a régi helyén, amely a tűz martaléka lett. Színjátszásunk legjelentősebb alakjai Kántorné, Egresi, Megyeri, Blaha Lujza, a Latabár família, de még felsorolni sincs időnk a sok kiváló színészt, aki itt megfordult. Dériné emléktáblája a Hunyadi utca 52-es számú ház falán látható. Hajdani otthona, amelyben aktív éveiben lakott, az udvar mélyén áll. Városunk zenei élete is komoly hagyományokra épült. Iskoláinkban számos pedagógus gondoskodik az utánpótlásról. Így aztán nem véletlen, hogy több mint 30 énekcsoportunk és 12 zenekarunk van. Mura Péter karnagy a szimfonikus zenekarral próbál. Művésztelepünk ugyancsak kettő van, de a város különböző negyedeiben 20 képzőművész él és dolgozik. Feledi Gyula Kossuth Díjas érdemes művész. Alkotásaival városunk kulturális életének szinte állandó szereplője. Varga Éva elsősorban kis plasztikáival vívta ki elismerésünket. Szanyi Péter a zenei szakközépiskola számára készíti a portrét. Városunk azonban nem csak helyi művészeket foglalkoztat. Köztereinken és középületeinkben több mint 100 szobor és műalkotás díszlik. A Vasas Művelődési Központot azért is érdemes bemutatni, mert ez évtől a hagyományos Miskolci Filmfesztivál újabb színtere. A védősisakos vendégek azonban nem a fesztivál zsűriének tagjai. A Miskolci Filmfesztivál hagyományos otthona a Rónai Sándor Művelődési Központ hétköznapi köntösben. Ez a megyei, ez pedig a városi tanács, ez is örökség. Vidékünkön az ősidőktől fogva ipari tevékenység folyt. A kohászat fejlődésének első jelentős állomása Fazola vasolvasztója volt. Bölcsője legfőbb ipari létesítményeinknek. Napjainkban városunk lakóinak több mint fele az iparban dolgozik. A hajdan legjelentősebb mészáros, szabó és varga céhek mestereinek kései leszármazottai, olvasztárok és martinászok, géplakatosok és esztergályosok, marósok és köszörűsök lettek.
A pamutfonó nem is olyan rég azért települt városunkba, hogy munkát adjon asszonyainknak. Akik tegnap maguk is tanultak, ma már tanítanak. Üveggyárunk az építészet igényeinek figyelembevételével alakította ki termelését. Ezen a gépsoron a keresett U-profilú üveget gyártják. Itt készül a katedrálüveg is, amelyből a bútoripar is egyre többet használ. A dolgozók legfőbb feladata az ellenőrzés. Minden nehéz munkát a gép végez. A drótgyár új üzeme az épületelemgyár számára készít panelhálókat. Legfőbb termékük azonban a különböző kábelféleségek. Legfontosabb ipari létesítményünk a Lenin kohászati művek, ugyanis a hazai nyersvas és hengerelt acél egyharmadát itt állítják elő. Azzal kezdtem városunk bemutatását, Miskolc iparváros. Nekünk, e város lakóinak azonban ennél sokkal több. Neki feszüléseink és megtorpanásaink, sikereink és sikertelenségeink, örömeink és bánataink, életünk kisebb és nagyobb eseményeinek szintere, kedves otthonunk.